Nagyon hiányzott. A csapadékos időjárás miatt nem volt nehéz elültetni ezt a szilfát a Petőfi Parkban. A fát a Virágos Magyarországért mozgalomtól kapta ajándékba a város, és azt jelképezi, mennyire elkötelezett az önkormányzat a zöld környezet fenntartása és növelése mellett. A város szépítő versenyen jubileumi díjat is kapott Székesfehérvár. Székesfehérvár mindig is kiemelt szerepet vállalt ebbe a mozgalomba. Pont ezért kapta meg a jubileumi különdíjat, amit a 30 év folyamatos kiemelkedő teljesítményéért kapott. Ilyent 30 évente csak egy város, most éppen Székesfehérvár kaphatott meg. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó tapasztalatcsere a város részéről, a város üzemeltetés részéről. Olyan nemzetközi, illetve országos tapasztalatokat tudunk gyűjteni, amit használunk a mindennapi munkánkba. Az alpolgármester hangsúlyozta, most elültetett pusztaszil annak a jelképe, hogy Székesfehérvár rendelkezik a legtöbb helyezéssel és a legtöbb részvétellel a Virágos Magyarország verseny elmúlt 30 évében nagyváros kategóriában. Minden évben százas nagyságrendben ültetünk fát, ez gyakorlatilag körülbelül egy 3 éve voltam egy konferencián, ezen más nagyvárosok teljesen le voltak döbbenve, kertészek, hogy itt mennyi fa kerül elültetésre. Én büszke vagyok erre, és köszönöm szépen ezúton is a Városgondnokság munkatársainak a zöldítést. Székesfehérváron idén összesen 700 fát ültetnek.